Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Március 17-én kinyílik egy égi kapu a Plejádok felé. Újra van egy portál nap. Ez egy finom energiamező, aminek van gyógyító hatása, segít abban, hogy áttegyük magunkat a félelmeken, és kinyílik egy ajtó a spirituális területre. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. E-mailen keresztül jelentkezhetsz a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Hogy miről van szó, erről beszámolok most a videón. Az, hogy mikor vannak ezek a portál napok, azt a maják számították ki. A forrás az a maja naptár, amiről beszámolok naponta a Facebook oldalamon, Dendera Susanna Medici. Ebben a maja naptárban vannak hullámok vagy rezgések. Egy hullám az 13 napig tart. A majáknál a 13-as szám egy misztikus szám volt, és ők úgy gondolták, hogy ez a 13-as szám szerencsét hoz. Ez a portálnap március 17-én van, a 8. hullámban. Ez alatt az idő alatt volt egy kis uzavona. Nem tudtuk, hogy ő mit akar, nem tudtuk azt sem, hogy hogyan tovább, milyen döntéseket hozzunk. Ez kiváltott eddig bizonytalanságokat. De most az utolsó napon vagyunk, a 13. napon, ebben a hullámban, ez most elmúlik. Lezárul ez a fejezet. És a 13-as szám szerencsét hoz. Tehát március 17-én szerencsénk lesz. Lesz egy szerencsés fordulat. Egy nappal később, március 18-án indul majd a 9-es hullám, és ez eltart 13 napig, eltart március 30-áig. Egy új fejezet. Ezen az időszakon vannak még korlátozások, a feladat az, hogy ezeket majd megoldjuk. De erről majd beszámolok a holnapi felvételen. Most még maradunk a 8. hullámban, ez a húzavona most véget ér, és március 17-e a 13. nap, ami szerencsét hoz számunkra. A maja naptárban vannak szimbólumok. Ezen a napon, ezen a portál napon Kán uralkodik. Kán lefordítva magvakat vagy hálózatot jelent. Ezért is választottam ki ezt a képet. Ha magvakról van szó, akkor előttetünk valamit. Ez lehet kerti munka is, de a hétköznapjainkra kihat, és lehetnek más területek is, szimbolizál ez az előtetés egy új kezdetet. Ez most a megfelelő időpont arra, hogy indítsunk valami újat, ültessünk el valamit. És ez a nap jelenti a bizalmat is, hogy az, amit most indítunk, az kivirágzik, az gyümölcsözni fog, az nyereményeket hoz, vagy szerencsét hoz. Mert ez a megfelelő időpont most erre. De kell a bizalom, mert gondold át, ha elültetsz egy növényt a kertben,
a magvakat elülteted, akkor sem nézegeted állandóan, hogy ott vannak-e még a gyökerek, hanem megvan a bizalmad. Akkor tudod azt, hogy ez el lett ültetve, és majd nőni fog, termést hoz, és pontosan ezt a bizalmat kell ápolni. Ebben hinni, hogy amit most indítunk, az szerencsét hoz, az nyereményeket hoz. Ez a kán szimbólum nem csak magvakat jelent, hanem hálózatot is, hogy itt kibővül valami, vagy lesznek új kapcsolatok. Ha hálózatról van szó, akkor ezek lehetnek internet kapcsolatok is. Tehát, ha ezen a napon megvan ez a bizalom, megvannak a kapcsolatok, az előnyös lehet számodra. Vagy jó az, hogyha aktív vagy, és keresel kapcsolatokat, például az interneten keresztül. Ezek lehetnek kereskedelmi kapcsolatok, ezek lehetnek barátságok, vagy lehet egy párkapcsolat is, hogy szerencséd lesz, és megtalálod a társadat, vagy társnődet az interneten keresztül. Mint említettem, ezen az estén tartok szertartást, a téma a gyógyító erő, hogy áttegyük magunkat a félelmeken, bizonytalanságokon, hogy ez a húzavona lezáruljon, hogy legyen egy új kezdet, hogy indítsunk valamit, ami előnyös számunkra, ami nyereményeket hoz, vagy szerencsét. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy feljelentkeznél a csatornámra. A véleményedet leírhatod a kommentárba, vagy keresd meg a Facebook oldalon, Dendera Medici vagy, Dendera Susanna Medici. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!